Az egykor iskolából lesz a legkisebbeket segítő és fejlesztő biztos kezdett gyermekház Tiszabecsen. A térségben eddig Nyánkmajtison, Túr Istvánliban és Szatmárcsekén működött ilyen lehetőség a legkisebb gyermekek és szüleik megsegítésére. Én magam többször voltam ezeken a biztos kezdett gyerekházakban, és láttam azt, hogy működés közben milyen, ahogy bejönnek a pici gyerekek 3 éves korig, ugye születéstől 3 éves korig jöhetnek a biztos kezdett házba, nem egyedül természetesen, hanem szülőkkel együtt. Ez azért fontos, hiszen a gyerek szocializációs időszakát tekintve a 0-tól 3 évig a legfontosabb, hogy milyen közegben van, milyen hatások érik, egyáltalán az, hogy közösségben van, ez egy nagyon fontos dolog. Jelenleg 113 biztos kezdett gyerekház működik az országban, ehhez év végére még újabb 130 készül el, ezt Cibere Károly, szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár jelentette be Tiszabecsen. Hozzátette, Magyarország akkor lesz versenyképes, ha egyetlen gyermekről sem mondanak le, a 3 éves kortól kötelező óvod előtt pedig jó felkészítést adnak ezek az intézmények. A hátrányos helyzetű gyermekeknek az esélyt úgy lehet megadni, hogyha egyszer a szülőknek is biztosítjuk a fejlesztés lehetőségét, hiszen nagyon sokszor alulszocializált családokról van szó, és a szocializációs hátrányt le kell tudni küzdeni, annak érdekében, hogy az óvodában már, amely kötelező 3. évtől, óvoda érettel megyenek a gyerekek, és utána pedig majd iskolai érettel az iskolába. Az a feladatunk, hogy a gyerekek számára minden olyan segítséget megadjunk, amely az ő testi, lelki, szellemi és erkölcsi fejlődésükhöz szükséges. Mindegyik intézmény szolgáltatás típusban ezt biztosítjuk. Az államtitkár kiemelte, a gyermekek támogatására nagy figyelmet fordít a kormányzat, ingyenes tankönyveket kapnak a 9. osztályig a diákok, 700 ezer gyermek étkezhet napi 3-szor, és 500 000 üdülhet ingyenesen vagy kedvezményesen.